Köszöntöm a KO adásának nézőit, mai vendégeink Andár Balázs, a Jobbik országgyűlési képviselője. Köszöntöm nézőket. És Kamarás István, az Opera Roma elnöke. Köszöntöm én is mindenkit. Témánk pedig cigány-magyar együttélés, amivel kezdünk. Most már, hála jó Istennek, kevesebb életelen és bűncselekmény van vidéken. Sajnos vannak továbbra is bestiális gyilkosságok, de az együttélésnek a problémái továbbra is tetten érhetőek. Például legutóbb Sajókazán forgattunk, ott az egyik útvonalon, ahol a szegregátumból vonultak a cigányok a település belseje felé, oda például falat húzott az önkormányzat. Hogy az együttélési normákat mindenkinek be kell tartani. Tehát nemre, származásra, vallási hovatartozásra való tekintet nélkül vannak olyan közös együttélési normák, amelyeket be kell tartani, és pont. Ez az alap. Innét lehet kiindulni. Mindig arról beszélünk, hogy a cigányok így, meg úgy, meg amúgy. Na most én azt gondolom, hogy egyrésztről, hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy már nem történnek annyi gyilkosságok, hála Istennek, akkor beszélhetnénk arról is, hogy mondjuk a gyilkosságok többségét azok nem cigányok követték el, a legbrutálisabb gyilkosságokat nem cigányok követték el, a kis Szita Bencét azt nem cigányok ásták el élve, a Móri bankrablás áldozat, a gyilkosai azok nem, 8-an meghaltak. Az interetnikus elkövetés esetében, tehát amikor más az elkövető és az áldozat származása, itt is akkor világosan tisztába kellene tenni a dolgokat, és őszintén kellene beszélni. Tehát, a hogyha például elfogadnánk... nem cigányok csinálták, ugye? Sorba ez így igaz, meg a de én is sorolhatnám, elnök úr, tehát most nagyon-nagyon hosszúra vezetne, akkor ez a... itt a közöttünk, hogyha elkezdenénk sorolni, én most az öregezésről beszélek, konkrétan az öregezésről beszélek, sajnos, ami vidéken a leszakadó cigányság körében van az elkövető kör. Hogyha ezt meg akarjuk érteni, hogy miért történik, és mi nem tudunk igazából mondjuk... Meg lehet érteni ezt a bestiális gyilkosság sorozatot? Nem. Most ugyanaz, hogy meg lehet-e érteni a Móri bankrablás gyilkolását? Hát, az sem. Az se lehet, a Szitait se. Egy gyilkosságot se lehet megérteni és elfogadni, ez egyértelmű. De hogy miért történik az, ugye cigány oldalról nézzük, miért történik az, hogy cigányokat ölték, mint a kutyákat, most mondjuk Kárpátalján, ugye azért, mert kicsit másképpen gondolják a saját életüket, akkor meg kell ölni. Szerintem egy kutyát csak kell más megölni, hogyha ő másképpen gondolja. Akkor miért történik az, hogy szegregátumokról beszélünk? Hogy történhet az, hogy Magyarországon szegregátumok vannak a cigányság oldaláról, ha nézzük? Hogyan történik az, hogy szegregált oktatás van Magyarországon? Hogyan történik az, hogy a cigányok pénzét összeste ellopják? Hogyan történik az, hogy a munkavilágából mi cigányok igazából kimaradunk, csak akkor, mikor bérabszolgának vagyunk jók, akkor vonnak be minket. Tehát, hogy ezt az oldalát is meg kell nézni, igaz, de a cigányság abszolút ki van rekesztve. Van egy olyan feszítő társadalmi probléma, amire azt mondják a szakértők, hogy amíg lesz leszakadó réteg, addig lesz droghasználat. Tehát, hogy ezen nem lehet mit tenni. Legalábbis a 14. kerületben működő egyik alapítvány ezt mondta, hogy sajnos ez máshogy, mint hogy a társadalmi integrációval, a kiemeléssel a társadalom mély rétegeiből lehet megoldani. Hát de végül is van egy rettegés ezzel az egész dolgok kapcsolatban, tehát valószínűleg addig nem lehet várni, míg mindenki fölemelkedik. Nem bizony, tehát azért itt tényleg lehetne sorolni azokat az elborzasztó eseteket, amikor Tisza Bezdéden egy 50-es éveben járó vasutast vertek úgy agyon beherbálozott gaszfickók, aki egyébként a kiskertjéből ment haza, azt művelte még a munka mellett. Ezek azok a történetek, amelyek mellett nem lehet elmenni szó nélkül, viszont a megoldás az nagyon-nagyon összetett. Egyfelől én hiszek abban, hogy az elrettentő ítéleteknek bizony lenne visszatartó ereje. Ez mit jelent az elrettentő ítélet? Tehát amikor valaki ilyen befolyásoltság alatt követ el ilyen gaztettet, ilyen minősíthetetlen gaztettet, akkor azt hiszem, hogy a bíróknak ezt úgy kellene honorálni, hogy valóban egy elrettentő erővel bírjon, és hogyha kell, akkor rohadjon rá a lakat az ilyesféle elkövetőkre. Ez az egyik. A másik, amikor családokban történik, ez is fiatalok körében említeném Török Szent Miklós esetét, ahol ugye úgynevezett anyák kábítószereztek, használtak ilyen designer drogot, és ugye csecsemőket... Az egyik magzat meg is halt. Bizony. El is hunyt emiatt a szer használt miatt. A másik pedig tudtommal született, igen. Maradandó agykárosodás szenvedett, tehát élete végig ápolásra fog szorulni. Tehát ilyen esetekben az államnak mindenképpen be kellene avatkoznia. Tehát ezek azok a szülőnek nevezett lények, ahova gyerek nem való, ahol egészen egyszerűen annak a gyermeknek jövője nem lesz. Azért ezek erőszavak voltak, gondolom lesz reagáció, mert
Mind a Tisza Bezdédi esetnél ugye ott voltunk, forgattunk, tehát Eperjeskéről mentek át, még a fiatalok családját is megtaláltuk, és bár beszélni természetesen nem akartak a fiúk bestiális tettéről, de szintén szegregátumban voltunk Eperjeskén. Tehát azért mondom, hogy nagyon-nagyon elterjedt mind a szerhasználat, mind a szer való kereskedés, és mindaz, hogy a úgynevezett anya vagy a szülő-nagyszülő generáció nem tud mit kezdeni a gyerekunoka szerhasználatával. Mi lehet a megoldás? Tehát gondolom, ön is találkozik sajnos ezzel a problémával nap, mint nap, mert ez nem egy sejtes probléma országosban. Rengeteg ilyen problémával találkozok én is, cigányok között és nem cigányok között. Nem tudom azt megmondani, hogy melyik csinálja ezt, meg szívja jobban, vagy mit tudom, hogy mit csinálnak. Nincs is kimutatás ilyen szempontból. De nagyon-nagyon sok a cigány és a nem cigány között is, a fiatalok között ezek a drogoknak a használata. Ezzel valóban valamit kellene kezdeni, és én azt gondolom, mint az előző beszélgetésünkben is, hogy ezeknek mélyebb problémái, mélyebb gyökerei vannak, és ha hosszú távra gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy se a lakatrárohasztás, se az elrettentő ítélet, se a fal fölhúzása nem megoldás. Akkor mi a megoldás egyébként? Hát olyan társadalmi modelleket, olyan társadalmi gondolkozás, olyan helyzeteket kellene teremteni hosszú távon, amelyikben ezt mind a szülők, mind a felelős emberek vissza tudják szorítani. Én nem gondolom, hogy ez könnyű. Egész Európa, egész Észak-Amerika ebbe szenved. De ez nem cigány specifikum. Egész én voltam kint Amerikában, az Egyesült Államokban, voltam kint Kanadában, ebbe szenved. A drogokat most már legalizálják, Amerikában is. Hát Kanadában teljes egészében a marihuánát. Hollandiában is legalizálják, nem tudnak vele mit kezdeni. Attól függetlenül szörnyű azt a dolgot néznem, hogy lemegyek mondjuk Szabolcsba, a rokonaim közé, és ott is sajnos ez megy. És a nem cigány, tehát például Albert is, hogyha én ismerek barátokat, és mondjuk drogoznak, azok nem cigányok. Ott meg ugyanúgy szívják. És szó nem volt erről. Szörnyű. Az ember leszakadó rétegeket sújtja ez a fajta menekülési útvonal egyébként. Az az igazság, most lehet, hogy a design drogokat. A design drogokról beszélünk, az olcsó, szintetikus drogokról beszélünk. Igen, de a többi drogot meg ugyanúgy szívják. Az más. Ez már filozófiai mélységbe vezetne, mondjuk az a társadalmi válság, az a perspektívátlanság, az a hanyatló Róma érzése, ami mondjuk a nyugati társadalmakat belengi. Valóban, ez nem hiszem, hogy néhány perces beszélgetésnek lenne egyébként a tárgya. A gyökere mindezen problémáknak valóban mélyre nyúlik, és az is igaz, hogy nem csak a lakatrá rohasztásra a megoldás lehetőség, hanem elérhető perspektívák is kellenek, olyan perspektívák, olyan elérhető életcélok, amelyek mondjuk úgy, hogy kecsegtetik valamiféle pozitív jövőképpel ezeket a fiatalokat is. Azonban ott a felelősség is, hogy azért nem lehet mindent a társadalomra, a többségi társadalomra, ilyen vagy olyan pártokra hárítani, tehát az egyénnek is óriási felelőssége van. Tehát, hogyha mindent másokra kenünk, mindent a társadalomra, mindent a többségre, akkor szerintem kiskorúsítják ezzel azokat, akik egyébként ebben a problémában benne vannak, és megnehezítik magának a problémának a megoldását is. Szerintem én azt gondolom, hogy az a megoldás, hogy felhúzzuk a falat, és akkor rárohasszuk a lakatot, ez nem megoldás. Amikor én a Roma szakkollégiumnak az igazgató voltam, akkor volt egy ELTE-n végzett kis fiatal hölgy jogászként, és csinált egy kutatást, ami mutatja ki, hogy mondjuk a cigányok sokkal, de sokkal több büntetést kapnak ugyanezzel a bűncselekményért, mondjuk, mint a nem cigányok. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon már a cigányság oldalára olyan fajta szankciók, jogi szankciók, meg büntetési szankciók vannak, hogy úgy se lehet ezt überelni, tehát ennek nincs semmi kihatása már a cigányság oldalára, én azt gondolom. Másrésztről, mikor azt mondja a képviselő úr, hogy nem kell panaszkodni, mondjuk én igazat adok a képviselő úrnak, hogy nem kell panaszkodni, mindenki álljon meg a saját lábán, embereknek születtünk, csak én azt gondolom, hogy a magyar emberek is ugyanilyen panaszkodók. Tehát semmivel nem vagyunk se rosszabbak, se jobbak, mert például a magyar emberek is, mikor mutogatnak, tehát önkritika a magyar emberek részéről, mondjuk az elit részéről nincs. Tehát mindent tökéletesen csinált az egész generáció, úgy, ahogy van, csak szétlopták az országot alulunk, és tönkre mentünk mindannyian. Tehát senkinek nincsen önkritikája, de közben azt mondják a cigánynak, hogy tessék önkritikát gyakorolni, és mutasd meg, hogy te milyen és akkor másik oldalról meg nincs önkritika. Tehát a másik oldalról is csak azt mondjuk, hogy mutogatunk a cigányok felé, vagy éppen a migránsok felé, hogy ezek a minden problémának az okozója, de ez nem igaz. De ez nem igaz. De elnök úr megint csak úgy sarkítja a dolgot, amit egyébként senki nem állított.
Tehát még egyszer mondom, nyilvánvalóan van társadalmi felelősség is, politikai felelősség is van, de csak egy szegmensét kiragadni ennek a felelősségi körnek, és mindenért tulajdonképpen őt kárhoztatni nem lehet. Van személyi felelősség is. Tehát az, hogy valaki felelősen gondolkodik mondjuk akkor a gyermekvállalás ügyében, és hogyha megszületett a gyermeke, akkor igenis arra tanítja, hogy az iskola érték, tanulni jó és hasznos dolog, hogy vigye valamire, és minden reggel szépen útnak indítja az iskolába, azt hiszem, hogy ezért nem kell senkit okolni, hogyha ez elmarad. Csak saját magát. Ezért nem kell a többségi társadalmat kárhoztatni, senki mást. Ezek azok az apró és kezdeti dolgok, amivel el lehet kezdeni azt az össztársadalmi integrációt, amelyre valóban óriási nagy szükség lenne. A képviselő úrnak abban igaza van, hogy valaki gyereket választásig fölnevelni. Ebben abszolút egyetértek. De viszont abban nem értek egyet, hogy ezt mindenki meg tudja oldani. Nem tudja mindenki megoldani. Nekem nagyon sok ismerősöm ugye Szabolcsban. A képviselő azt mondja, hogy akkor ne vállaljon annyi gyereket, ha nem tudja megoldani a fennállását. Egyet se tudnak, megmondom miért, de viszont a gyerekre meg szükség van, azért emberek vagyunk. És ez az egész élet az életről szól. És az élet nem működik gyerek nélkül. Tehát az nem működik, hogy akár Szabolcsról vagy Borsodról beszélünk, hogy mondjuk egy gyerek van, vagy kettő, teljesen mindegy. De mondjuk, hogy annyi pénze nincs a szülőnek, hogy a gyereknek a szegregált iskolából összegyűjtik a gyerekeket, mondjuk a bérletét megvegye, vagy a cipőjét megvegye. Tehát könnyű beszélni a parlamentből, hogy így kell nevelni, de tessék oda menni a képviselő úr akkor Gadnára, mondjuk, és akkor ott tessék a 50 ezer forintból 2 évet lehúzni. Próbáljuk meg, megye. Nem csak önnek szól ez, a többi elitnek is. Bocsánat, hogy így kisarkítom. Higgyel, hogyha figyelmen kívül hagyja, így van egy-két gyerekről, viszont itt nem egy-két gyerekről van szó. Tehát, hogyha megnézzük a magyarországi cigányságnak a lélekszámát, akkor az 1890-es években készült felmérés szerint a mostani ország területen 65 ezeren voltak. Mostanra, ugye a Debreceni Egyetem kutatócsoportja dr. Pénzes János vezetésével, ugye egy új felmérést tett le az asztalra, amely szerint egyébként már közelíti a magyarországi cigányság lélekszáma az 1 millió főt. És az a helyzet, hogy a 80-as évek elején ez a cigányság 400 ezer lelket képviselt a Magyarországon, tehát itt az eltelt 31 néhány év alatt 2,5-szeresére nőtt a számuk. Azt kell, hogy mondjam, a szegénység az hatványozottan termeli magát újra. Tehát, hogyha van egy szegény szülőpár, senki nem mondta azt, hogy ne legyen gyermeke, nyilván van egy ösztönös igény arra, hogy legyen gyermeke. Csak nagyon nem mindegy, hogy egy-kettő gyermeke van, akiket még mondjuk szegénységben, de tisztességgel föl tud nevelni, és oda tud rá figyelni, az meg egy másik nagyon fontos kérdés, hogy nem csak az Adidas cipőn, meg mit tudom én, milyen márkás ruhákon múlik a dolog, hanem magán az odafigyelésen, a törődésen. És nem biztos, hogy ezt meg tudja tenni akkor, amikor ezeknek a gyermekeknek a száma ennek a sokszorosára nő. Márpedig az a helyzet, hogy nagyon sok gettósodó térségben, ez az általános. És nem mondom azt, hogy a cigányság körében ez mindenhol így van, hiszen a cigányságot nem tekinthetjük. Én folyamatosan ezt próbálom magyarázni, most a nagyon-nagyon sokadik alkalommal egyfajta homogén masszának. Trendek egyébként vannak, amelyekről beszélni kell, de a cigányság nagyon sokféle. Vannak olácigányok, magyar cigányok, azon belül muzsikus cigányok, és nagyon lecsúszott a proletariátus legalját sem elérő roncstársadalmi létbe süppett cigányok, és vannak bizony beások. Én egy olyan környékről jöttem, hogy a Dél-Dunántúl, Somogy megy annak is a déli része, ahol főként beás cigányok vannak, és az integrációs mutatóik a magyar cigány csoportokon belül a legjobbak. Aminek viszont én nagyon tudok örülni. Tehát iskolázottság, munkavállalási hajlandóság és a vállalt gyermekszám tekintetében azt kell mondani, hogy ők talán a legintegrálódottabbak. Tegyük erre az a nézőknek, hogy mit is jelent a beárt cigány. Mondjuk nézzenek rám, én az vagyok. Ők a 18. század végén, 19. század elején érkeztek a Dunántúl déli részére. Egyébként a román területekről jöttek Magyarországra. Ott már elhagyták a ősi Indiából hozott cigány nyelvet, és románt beszéltek, amikor már ideértek, tehát az ő anyanyelvük akkor már román volt, és az idősebbek mind a mai napig a románnak egy ilyen archaikus változatát beszélik arra a környékünkön is, tehát nagyjából úgy beszélnek, mint ahogy 200 évvel ezelőtt teszem azt Romániában. Én azt szeretném mondani, hogy a képviselő, amit mondott, hát egy cigánynak szívét, lelkét melengíti, hálát adunk a Jóistennek, hogy ilyen sokan vagyunk, és egyre többen vagyunk, valóban igaz, Mária Terézia
ideje alatt, mikor voltak népszámlálások, szinte alig voltunk valamennyien, most hála Istennek egyre erősebbek vagyunk. Én abban bizakodom, mint az OPRE Roma Cigánydemokrata Néppárt elnök, hogy még ettől is sokkal erősebbek leszünk, és én azt gondolom, hogy ha a képviselő úr egy keresztény ember, akkor nem fog majd appellálni a jóisten felé, hogy ezeket a cigányokat, miközben nekik nem volt mindenfajta pozitív ilyen diszkrimináció, meg szülessetek, meg minden, mégis a jóisten úgy gondolja, az ő kegyelme által cigányokat meg kell erősíteni. Hát akkor tessék appellálni a jóisten felé, mi hálát adunk a jóistennek ezért, és én azt gondolom, hogy ez a Kárpát-medence, akár Magyarország, ez a Csonka Magyarország, vagy akár a Nagy Magyarország, Kárpát-medence elbír 10 millió ember. Sőt, most már lassan annyi se vagyunk, csak 9,5 millióan. Hiába erősödnek a cigányok, miközben az önök úgymond nem cigány része, pedig egyre jobban kihal. Ez a Kárpát-medence elbír ennyi ember. Sokkal több ember is kimér. Nézzük meg Bangladesht, ott mennyien vannak, ott sem vannak. Az egyes társadalmi csoportokon belül az összetétel az nagyon nem mindegy, hogy milyen. Tehát, de kinek nem mindegy? Önöknek sem mindegy. Miért nem volna mindegy? Tehát jó egy roncs társadalmi létbe süppedve élni? Szerintem nem jó azoknak a cigány embereknek sem. Hát akkor halljunk. Tehát polgárok, hát halljunk. Nem erről van szó. Nem csak ugye, nem mindegy, hogy egy népcsoport úgy gyarapodik, hogy mondjuk a önfenntartás szükségleteit és az önfenntartáshoz szükséges anyagi javakat mondjuk egy állami szerepvállalásból kapja, mondjuk különböző segélyek, szociális juttatások, etc. formájában, vagy megteremti magának, vagy megteremti magának azt a fajta közeget, amiben ugye ugye a gyarapodás biztosítja. Lehet, hogy téves gondolkodás, de a többségi társadalomban sokkal így gondolják szerintem. Téves gondolkozások. Tehát én azt gondolom, hogy a cigányság egy részről nincs eltartva. Másrészről pedig az, mert hogy mikor föl kellett építeni a II. Világháború után mondjuk Budapestet, vagy akár ezeket a bányavárosokat, amiről önről is beszélt, már cigányok vannak, azért vannak ott cigányok, mert azok a bányászok mind cigányok voltak. Budapestet, mikor föl kellett építeni, a cigányok a két kezükkel építették föl a roncsba fulladt Budapestet a II. Világháború után, és még sorolhatnám. Cigányok is, de ott voltunk. Tehát mindig ott voltunk. Nem volt az a probléma például 1990-ig, hogy milyen szinten vanunk jelen a munka világában. Na most az, hogy a cigányokat mindenhonnan kitúrták, hogy nekünk már 80%-os lett mondjuk 95-ben, vagy 2000-ben, mondjuk 80-90%-os lett a magyar társadalom foglalkozottsága, és akkor a cigányságnak a foglalkozottsága pedig 90% nem dolgozott. Hát ez nem mondja nekem senki, hogy ez csak a jött egy rendszerváltás, amit egyébként Magyarországon a szélső liberális elméletnek megfelelően vezényeltek le. És valóban ennek egy óriási kárvallotja, az a cigányság lett, amelyik alacsony iskolai végzettséggel rendelkezve azokon a munkahelyeken dolgozott, amelyik nem igényelt különösebb szaktudást. Tehát például akkor a nehéziparban segédmunkásként, építőiparban segédmunkásként, és ezek a nagy állami vállalatok a rendszerváltás átalakulása során összeomlottak. Nyilvánvaló módon azokat a szerencsétlen embereket küldték el onnét először, akiknek nem volt olyan magas végzettsége, amely mondjuk indokolta volna az, hogy tovább foglalkoztassák őket. Nem is akarták, hogy magas végzettség legyen, mert a kétkezi munkásra volt nagy szükség. Hát nem is akarták abba a korba, a kommunista korba. A egyszerű kétkezi munkások tömegére volt szükség. Sok rosszat el lehet mondani egyébként a Kádár időkről, elnök úr, de azt azért ne tagadjuk el, hogy akinek mondjuk volt szándéka arra nézvést, hogy előrébb lépjen, az azért előrébb tudott lépni a cigányság sorai közül. Én tehát, nem mondom, akart, hogy nem. Akkor tudott tanulni. De társadalmi szinten másképpen kell ugye ezeket a dolgokat látni, azt gondolom, és én azt mondom, hogy azért, mert a magyar társadalom, az elit, a éppen akkor regnáló hatalom, a cigányságot, mint robotot, vagy kétkezű, egyszerű kétkezű munkásként gondolt, és mikor hova illesztették volna be a munkamegosztásba, elnök úr, könyörgöm, erre válaszoljon. Az 50-es, 60-as években nem tudták volna egyébként a sok esetben még vándorló életmódot élő, vagy éppen cigánytelepeken, iskola nélkül élő, vályogvető cigány embereket odarakni, és mondjuk akkor atomfizikust faragni belőle máról holnapra. Ez egy nagyon hosszú társadalmi integrációs folyamat. Adott esetben igen évszázados folyamat, tehát akkor te először segédmunkásként dolgozol, a gyermekednek viszont már esélye lesz arra, hogy szakmunkásként dolgozzon, az unokát pedig már diplomás emberként kapcsolódhat be. Képviselő, magyar társadalom építésében. De azt hallgassa meg, hogy akkor miért történik az,
hogy gondolják azt a magyar elit részéről, akár ön részéről is, hogy akit ilyen szintre, perifériára szorultott a társadalom, teljesen mindegy, hogy most melyik, most minket ez nem érdekel. Nem szorította, de az, saját maga is szorult. De akkor azok nem szülhetnek? Hát ilyen nincsen, hogy azok nem szeretnek. Miközben Magyarország elindult a kihalás szélére, és oda is, akkor jön az, hogy jönnek azért a migránsok, vagy nem jön. Hogy mit mondott a Borsodi Cigány vagy Alkatos Attila, hogy a gyermek nem állat, hanem de felelősség. De miért mindig a két általános cigányokat kell előhozni? És mikor ön azt mondja... Mert lehet nagyon bölcs is. Igen, de ön mondja azt, hogy diplomás cigányokra van szükség. Mindig a két általános bűnöző cigányokat hozza az elit, mert azok azt mondják, amit a szájukba adnak. De én azt mondom, hogy mikor önök arról beszélnek, hogy tessék kitörni, és a cigány mikor kitör, saját magát kirángatja a hajánál fogva, akkor miért történik az, hogy 90-től mondjuk 2018-ig meghatározó egyéniség a cigányságon belül a magyar társadalom eliten nincs? Miért történik az? Azért, mert nincs rájuk szükségük. Tehát teljesen cigányságnak egyetem... sem volt ezek szerint szüksége, elindítottak egy pártot, alig kaptak szavazatot, tehát hogyha itt van egy 1 milliós társadalmi csoport, és szükségét érezni annak, hogy akkor ilyen formában saját elitje legyen, akkor csak egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatos, miért nem kapott az Oprenoma párt akkora szavazatmennyiséget, amellyel ezt el tudták volna érni, ön be tudott volna robbanni, mondjuk a magyar politikába országgyűlési képviselőként, pártvezérként, és a több százezer embert képviselve mondhatta volna el ezeket a problémákat. Lehet erről beszélni, fogok is róla beszélni szívesen. Én azt gondolom, hogy olyat számon kérne a cigányságon, ami a magyar elit abszolút nem akar. Tehát mikor azt mondja, hogy miért nem rángatott ki magad, kirángatja magát, én egy... Roma szakkollégiumnak voltam az igazgatója, 40 olyan cigány egyetemet végzett fiatal volt ott, mint akár én. Egyre sincs szükség a magyar elitnek. Senki nincsen olyan pozícióba, amire azt mondanák, hogy húha, és nem egynek kéne lenni, rengetegnek. Na most akkor utána jön a számonkérés, hogy miért nem csináltok rendet, utána jön a számonkérés, hogy miért nem akartok integrálódni, és a többi. Az Opre-Roma párt annyi szavazatot kapott, amennyit a cigány társadalom az ő politikai kultúráltságának megfelelően tudott adni. Tehát mi az Opre-Roma párt, az Opre-Roma cigánydemokrata néppárt soha nem mondta azt, hogy mi be fogunk jutni a parlamentbe, mert tudjuk, hogy nem fogunk bejutni. A következő választáson sem fogunk bejutni, képviselő úr, ezt is tudjuk, de végig csináljuk azért, mert ennek a sokat szenvedett, üldözött, hazátlan cigányságnak, több mint 1000 éve hontalan cigányságnak jövőképet kell adnunk, és mi szeretnénk ezt megfogalmazni, olyan választási programmal, olyan jövőképpel, amiben ők is tudnak kapaszkodni. Aztán mikor arról beszélünk, hogy mondjuk miért nincsen nekünk olyan politikai nagy nevességeink, meg mit tudom én, hát mi nálunk nem úgy van, mint az angoloknál több évtizeden nyírjuk a füvet, a politikai kultúráltság szintén, hanem semennyire nem nyírjuk a füvet, mert ennek az országnak nem volt, vagy ennek a népnek nem voltak királyai, nem voltak nábobjai, nem voltak nádorai, nem voltak püspökei, először ne is ezek legyenek, hanem először de pénztárosok, buszsofőrök, és vannak is, hála jó Istennek, én többeket ismerek közülük, akik megállják a helyüket, és a magyarok is nagyon tisztelik őket azért a munkáért, amit ápolóként. Nagyon sok olyan területet tudnék felsorolni, ahol még kifejtik a tevékenységüket, ilyenek is vannak, ezt is látni kellene. Én azt mondom, hogy ez a megoldás, minél több ilyen ember legyen, lehet itt ábrándozni királyokról, meg bábobokról, meg a fene tudja mikről, nem de az a helyzet, lenni. Hogy egy társadalmat így lehet, megváltani, minél több ilyen emberre van szükség, ehhez viszont változás ilyen kell a fejekben is, tehát tanulás és munka, felelős gyermekvállalás, akkor elindulhat ez a folyamat a cigányságon belül is, illetve megerősödhet igaza mindez. Igaza van, ilyen emberekre rengeteg sok ilyen emberre van szükség, viszont nekem is igaza van, és tessék majd ezen elgondolkodni, hogy a társadalmi integrációról beszélünk. Egy felelős társadalomról beszélünk, ahol mindenkinek jó itt lakni, és nem kell félnünk egymástól. Akkor bizony ezeknek a pozícióknak a betöltésére a magyar embereknek tenni kell, elő kell segíteni. Tehát amíg nincs püspökeink, nincsenek példaképeink, semmilyen példaképet nem engednek, hogy legyen. Tehát, hogyha át kell adni egy cigány iskolát, magyar adja át. Hogyha arról kell beszélni, hogy cigány bűnözés, akkor cigányt odalakjuk. Tehát addig, amíg nem lesznek Magyarországon cigány példaképek, és rengeteg tanult cigány fiatal van, rengeteg, már nyugodtan lehet, nem kell a 8 általános, a bűnöző farkaslóriékat környékünkről alakni. Bogdán János volt az, aki egyébként a Gandhi gimnáziumot alapította. Így van. Első osztály. De az egy. De, hol van a 800 ezer, 1 millió, másfél millió még, cigányságnak lehetősége? Még egy mondat lezárásként. Szerintem
azért ebben a dologban, hogy példaképek legyenek, hogy társadalmilag elismert emberek legyenek, ebben biztos, hogy a cigányságnak is van tennivalója, mert nagyon sokszor azt lehet látni, hogy... Hány egyetemet végzett cigány, mutassak önöknek? Most ugye valóban Balogh Zoltán, egykori miniszter, ugye egyetlen pozitívot tudott az MI vezetéséből felhozni, MI vezetőként felhozni, az, hogy magasabb arányba mentek roma származásúak egyetemre, mint korábban. A keresztény roma szakkollégium hálózat kiépítését én indítottam el, Balogh Zoltán miniszter úr, meg cigány államtitkár lenyúlta, semmi nem lett belőle, cigányságnak példaképei nem jönnek ki onnan. Nagyon kritikus vagyok ezzel. Én azt gondolom, hogyha arról beszélünk, hogy legyen normális együttélési lehetősége 10 év, 20 év, 50 éven belül, akkor igaz, hogy a cigányságnak is kell tenni, hogy saját magából, ha akarja a magyar nép, ha nem akarja a magyar elit, akkor is legyenek példaképei. De hogyha a magyar társadalom, meg a magyar elit azt akarja, hogy itt 50 éven belül ne az legyen, hogy folyamatosan húzzuk a falakat, és olyan büntetések legyenek, hogy a rohadjon a lakat, hogyha nem ezt akarjuk elérni, mert ez nem megoldás hosszú távon, akkor bizony itt nekünk nagyon sok példaképet kellene bemutatni, és teljesen mindegy, hogy hogy jönnek a pártok, képviselő úr. Pártoknak nincs akarat erre? Van akarata, hogy ne lenne, hadd fejezzem be. Tehát világosan látjuk azt, hogy a század közepére Magyarország lakossága 8 millióra fog csökkenni. Ebből a 8 millió emberből 2 millió a cigánysághoz fog tartozni. És higgyel, kedves elnök úr, nekünk sem mindegy, hogy az a 2 milliós társadalom az milyen állapotban lesz. Egy roncs társadalmi létbe süppett, bűnözés és egy csomó probléma által sújtott társadalom képét mutatja, vagy pedig integrálódott a magyar társadalomba, és közösen tudjuk ezt az országot építeni. Ez az egyik. A másik, amivel én nem teljesen tudok egyetérteni, én úgy veszem észre, hogy mintha egy ilyen cigány messiásra várna, egy központi cigány messiásra, akit oda lehet állítani, akire az összes magyarországi cigány föl tud nézni. Ezt fejtegettem, mint hogy a magyarországi cigány társadalom az nem egy homogén massza. Nagyon sokféle cigány ember van közülük, anyanyelvüket tekintve, integrálódottsági fokukat tekintve, és lehetne sorolni ezeket a dolgokat. Helyi közösségek vannak, és ezekben a helyi közösségekben kell megtalálni azokat az embereket, akikre az ottani cigányok föl tudnak nézni, mert nem hiszem, hogy például a környékünkről egy beás cigány tanítónénire az ország túlsó csücskében csak úgy fölnézne egy másik cigány közösségből származó gyermek. Ott viszont ő tud kvázi messiásként funkcionálni, és még egyszer mondom, hála jó Istennek, ismerek is ilyeneket, őket is támogatni kellene ahhoz, hogy azt a mikroközösséget meg tudják váltani, de amiről ön beszélt, hogy ide egy ilyen központi messiás kell, hát nem tudom, én illuzórikus, és szerintem a cigányságnak sincs rá szüksége. Én azt gondolom, hogy hála Istennek a cigányság nincs annyira megosztva, mint ahogy a képviselő úr gondolja, meg az elit szeretné, abszolút nincs ennyire megosztva. A nacionalista cigány elit az nyilván akarja őket kovácsolni. És én azt gondolom, hogy hát a Jobbiknak most itt van egy nagy lehetősége, néppártosodik, balra húzódik, középre húzódik. Nézzük meg, hogy mondjuk a következő országgyűlési képviselő választáson, mert ez már elúszott, itt a Jobbik nem tudta megmutatni, hogy mennyire nyit a cigányság felé. A következő országgyűlési képviselő választáson hány országgyűlési képviselő hely lesz osztva a cigányoknak bejutó helyen? Ezen múlik az, hogy a cigányság integrációjában pozitív példát mutat a Jobbik, vagy sem? Uraim, köszönöm szépen, hogy fogadták a meghívásukat. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra!